A március hónap a bölcsődébe való beiratkozás időszaka, idén azonban a koronavírus járvány miatt a szülők rendhagyó módon online kérelmezhetik gyermekük felvételét Törökszent Miklós város bölcsődéjébe. Minden évben, mindig márciusban van a bölcsődei beiratkozás. Ezt az évet sajnos rendkívüli módon kell megoldanunk, de megpróbálunk a szülőknek így is mindenfajta segítséget megadni. A Facebook oldalunkon egy általános tájékoztatót is megosztottunk a szülőknek, illetve van a bölcsődének weboldala, és ott is megtettünk mindenfajta tájékoztatást, illetve a városi médiát is segítségül hívtuk. A rádió, televízió, a Törökszent Miklósi újság is hírül adta magát a beiratkozást, és a módját is, hogy hogyan tudják eszközölni ezt a szülők. Én azt gondolom, hogy annyira egyszerű, hogy minden szülő a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat valamilyen módon be tudja nyújtani a bölcsödének. Kétfajta módját tudtuk ajánlani. Az egyik az, hogy e-mailen küldik el beszkenelve aláírt formába a bölcsődei felvételi kérelmet és a hozzátartozó dokumentumokat, illetve aki kinyomtatja és aláírja, és van ideje, akár az intézményünknek a postaládájába is be tudja dobni. Egész hónapban lehetősége van a szülőknek eljuttatni hozzánk a felvételi kérelmeket, és április első két hetében fogjuk feldolgozni és kiértesíteni a szülőket arról, hogy a gyermekük felvételt nyert. Hamarosan megépül egy másik bölcsőde Törökszent Miklóson. Ez mekkora jelentőséggel bír majd a város életében? Az úgy másik bölcsőde, hogy az is a mi bölcsődénkhez fog tartozni. Én úgy gondolom, hogy az lesz majd a főépülete magának a bölcsődei intézményeknek, és ez, ahol még most vagyunk, ez lesz a telephelye. Nagy öröm számunkra, több éve szüksége volna a városnak arra, hogy a kisgyermekes családoknak minden helyzetben tudjuk biztosítani azt, hogyha szüksége van ellátásra, akkor a bölcsödéhez fordulhasson. Én azt gondolom, hogy a bölcsöde felépültével minden törökszent miklósi családnak tudunk segíteni abban, hogy munkába állhasson, és nem lesz olyan, hogy előjegyzés és várakozás. És azt gondolom, hogy mi nagyon örülünk, de azt is gondolom, hogy a szülőknek is egy megnyugvás a városban, hogy mindig számíthatnak arra, hogy támogatva vannak abban, hogy dolgozni tudjanak. A beiratkozásra a hónap végéig, március 31-éig van lehetőség.